Meg várom őket. Gyertek csak, gyertek! Te is rajta vagy! Isten áldja munkát! Gyertek a nugasba! Itt az Antal atya! Nem baj, meglepjük! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Legutoljára 3 éve jártunk itt. Én Csaba László vagyok. Az öcsém a Csaba Zoli. Ő már itt sokat kaszált. Na, úgyhogy... És én elhoztam egy olyan videókazettát. 2007, 2008, 2009. És Antal atya itt mindegyiken rajta van, és beszélt gyönyörű dolgokat, megmutatta itt a kertet nekünk. Édes sőt, Trianonnal kapcsolatban üzent is haza Magyarországban. Egyet kérek, igen. Öregségi fogyatékosságnak amennyi darabja van, mind a vállamot nyomja. Kérem szépen, az orvosok elrontották, én egy eredt, egy ideget megsértettek az agyamba, kérem szépen. 6 évvel ezelőtt operálták a szememet, és azóta kérem, a jobb szememre teljesen megokultam, és félig megüsekeltem. És hogyha valakivel beszélek, meg kell kérjem, egy kicsikét jöjjön közelebb, kérem szépen. Na. Hangosabban, mert ezt is tudni, én még csinálom a magam munkáját, ha érdezítem Csaba testvét, mert azt gondolom, hogy ha én hangosan beszélek, hogy ha én csökkent vagyok, másik az. De ezt muszáj, hogy a gyarlóságomra figyelmeztessem és lenyeljem. Na. A búcsúra készülnek. Búcsúra idefele jövet, elmentünk Aradra, elmentünk megnézni azzal a György szobrot, amit annak idején még ottan a, hogy mondjam, minoriták udvarán, igen, nekünk megmutatott atya annak idején. Na, tetszik tudni, kérem, amikor ott voltam Aradon, kérem szépen, az aradi szobor, kérem szépen, a szívemhez nőtt 2 dolgozatot, hogy csináltam rajta, és a Vértanúk napján, kérem szépen, a dolgozatomat elszavolta a tanári kar. És akkor Matekovics úr, az inspektor azt mondja, atya maga írta, hát az utolsót szavalja én. És most szebb felevelítettem, mint nemzetem hű gyermeke, esküszóval megfogadom, szívemnek lesz oltárképe az aradi 13. És most kérem szépen, az kontestület, kérem, nem Somogyóra megy, hanem Pünkös másodapján a Szentlélek Isten sugallatára hozzám jön, kérem szépen, egy telt autóbusszal 42-en, és külön szentmisét kérnek, kérem, na, és itt nyaralnak, ebédelnek, és a kertbe elteltik a napot. Együtt, kérem szépen. Ha én nem tudtam Aradra menni, Arad jön el hozzám. Na, ez nagyon kedves, igen, igen. És kérem alázattal, a tavaly szeptember 18-án tartottam papságomnak a 70 éves jubileumát. Tessenek hátra menni, és nézzék meg, hogy Csaba testvértől milyen szép, gyönyörű, kérem, diadali hídot kaptam, kérem. No, fába beforogva a 70 év, kérem szépen. És amikor felszenteltem, kérem, 70 év gyertya égett rajta. Na, ezt tessenek, arra, igen, jó. És tetszik tudni, kérem szépen, felszenteltem egyedül a híd tetején. Igen. És amikor elvégeztem a beszédet, magámhoz intettem, kérem szépen, Csaba testvért, és aki a hídat megcsinálta. És egy gyönyörű fényképet csinálta az alapítványnak az igazgatója. Megfogták a 2 kezemet képelő, és azt írtam, a hőség hídja.
alattunk a hűség kígya. Csaba testvér megálmodta, Nagy Zsolt, aki megalkotta, és aki a nevét adta, Rabombának unokája, Százvárostól Lantalogy. Tessék megnézni, mondta Vida. Hát, nem tudom. Igen, igen. Itt szokott passzálni a Zoli? Igen, itt. Fantasztikus, nagyon, nagyon klassz ez a híd. Mi? Nem csak a híd, hanem ott. Na igen, csak mint ötlet is, és itt a 70 éves. Padok. És meg itt is a román választási plakát, még itt is újra. Mennyire volt a belső? 92 vagy? Szerintem 93 vagy 4. Tüntetést kérem szépen, nem volt nekem hozott múltam Erdélybe, kérem. Amikor a falomból kijöttem a templomból, a budapesti kérem, román követ kérem, követ fogadott kérem, Füzesi Ócka, az első szavazőt, második a Hargitai Tanács kérem elnöke, a helyi polgármester, díjpolgárságot, mindent érdemtelenül a hátamra tettek, kérem alázottat. És most kérem szépen az aradiak jönnek, amit mondtam, hogy mit szeretnék, kérem. Igen. Én megtartom, kérem a templomba a Pünkösdi Szentlélek járását, de megkérem, hogy várjanak, megkérem szépen egy fél óráig, a templomot kultúrházzá alakítjuk el. Én kérem szépen Orbán Balázsnak a jelmondatát magamé vettem, mert engem elűztek Erdélyből, néppel a népért. Én nem tudtam a székelységemért eleget áldozni és dolgozni. Most pedig kérem szépen, látja, hogy mit csináltak Erdélybe, kérem, figyelje meg! Három párt, három felé hó. Igen, igen. Ez Erdélynek szégyen folytja. Így lesz a mi magyar népünk önmagának sírásúja. Kérem, előkészítettem egy memorandumot az elnökünkhoz, gépeli. Ezekkel megszavaztatom 42, kérem, kiművelt emberfővel aláíratom, és elküldjük a vezetőknek, Csaba testvérnek, hogy az interjúja megjelent az újságban. Összesen sem tudtunk elintézni dolgozni, hogy akartok, kérem, kérem szépen elintézni. És akkor ne tegyétek tönkre, mi kicsit elértünk, kérem szépen, és hogy... Mind a bíborosok a konklávéba összegyűltek, addig nem hozhatták el, míg a pápának a neve kijött. Egyezzenek meg, kiművelt emberfőknek meg, és vállalják a megkértését. Két héttel ezelőtt jöttem keresztül udvarra, Árpád utca sarkán, Szász Jenőnek a nagyképe életnagyságú, és alája Székely udvarháj főváros. Én nem tudom, hogy... Magyarországnak a fővárosa vagy Európa. Rána rúgta egy bóc, Ozepus mesélje, amit Heltai lefordított, hogy a béke olyan nagy akart lenni, az ökös, addig fújta magát, míg szétpattó. Hát ezek ragaszkodnak, ahogy hívják. És megmondtam, kérem, kölcseinek a négy szóból áll a mondatot, tegye magát. A haza mindenek előtt. Minden előtt. Igen, igen, ez így igaz. És tudja, mi a követelményem? Egy nem politikusnak kérem szépen megjegyzések, kérem szépen a vezetőkről. Én a pedagógiát, már három diplomát adott a szerzet, a tanári pedagógiai vizsgámot kérem, Benedek apónak az unokája, Benedek Istvánnál tettem. Hozzá intézték a kördést, ha felelősséghez állásba helyeznék, mivel kezdené a munkát, figyeljen ide, megmosnám munkatársaimnak a lábát, mert csak tisztákkal lehet eredményt elérni. És ezt így fogalmaztam meg, küldj Istenem új valakit, aki kívül belül tiszta,
kire fel lehessen nézni, súlya van és tekintélye, és gyökere a nép szívébe. Igen, hát ez nagyon szép. Ezt szeretném elérni, igen. Kérem szépen, igen. Megbeszélni velük, igen. Kérem. És ezt, amit mondtam, kérem, hogy három párt, három felé, hogy stb. Csapatosi hasznot, ezt egészítsem ki, tegyek több a csívjákot, mert ezzel kísértem egy párvászakkal a polgármesternek a kitüntetés. Igen, igen. És kérem szépen, úgy kezdem, kérem, hogy ha fiakra, új nemzedékre van szükség, váltásra itt is Erdélyben, mint Magyarországon, megszólítok minden ifjút, kinek Erdély szíve ügye, vállalja a magyarságát, és megesküszik az egysége. Nyíljon tágra mit kész szemünk, Európa ajtót nyitott, vegyük végre a kezünkbe az elbitolt jogainkat. Vagyok a kezdbe. Istennel járok, Istennel lélek. Nagyon szeretem a madarakat, az állatokat, a fűt, a fa. Ez az én, megkapáltam, tetszik. Igen, nagyon szépen, igen, igen, viszont. Igen. És van egy kicsi kukorica parcellám, az én birtokom, kérem, te meg a kukoricát termelik. Igen. És három vetés szériát csinálok, hogy októberig legyen csemegém nekem. Fantasztikus. És ott a Lurdi. Réteget, én a felső réteget pályáztam meg, azok az érettségizett diákok, akik az istenség miatt nem tudják egyetemi fogon segíteni, életemnek minden vagyonát kérem szépen. A közösség oldalán annak a kamatjából egy hiteles ember utána járásával hogy állnak hozzának, ha kell egy negyedét fel, akkor az egészet fizet, amíg a diplomas a könnyelke, azzal a becsülőt, mi kötelessége, hogy részleteibe adják vissza, hogy másokon is tanulhassam. És na, egy kérem, elértem, hogy a földi örök életemhez is, ha a bankok meg nem fognak biztosítani. Na, adja a jó Isten. A másokat pedig a 70 éves jubileum után kérem a jó Istentől való. Hogy még mennyit ad, igen, igen. Na, jó Isten áldja, hogyha búcsúzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus, és gondoljon majd a pünkösdi szentmisén ránk. Kérem, annyi sok jó ismerés. Most. Sokszor úgy szégyellem magam, kérem, hogy meg kell mondják a nevüket, kérem szépen, mert szemem miatt, hallásom miatt tökéletlen ember vagyok. Na, hát el kell ismerni. Akkor a Csaba nevet, miután Csaba testvér, én meg Csaba László vagyok, az öcsém a Csaba Zoli, a Csaba Zoli a fotós. Őt biztos jól ismerő, gyakran szokott itt dolgozni, kaszálgatni. És tetszik tudni, most képzelj el, kérem egy Nagybőtben, Bécsben voltam, kérem szépen, németeknek prédikáltam. No. Csabának gyökere van a bécsi magyarokban. Egy kicsi város kitesznek a magyarokban. De egy Krisztina nevezető, hogy megnézzék ezeket az ablakokat, kérem igen. Szépen. És a fürdőszobában minden újat az a nő fizette ki. És két hogy a német misébe Csaba átvitt engem. Most pedig kérem szépen, Apor Vilmosnak az erekeit lehozták Csisomról, két héttel a székely városokos falutjának Csaba elvitt engem. Csináltam, kérem szépen, Apor Mizsra, szép küldeményt, és egy háromszakosos himnust, kérem szépen, hogyha olyan komponistát kapnánk, aki egy méltóságos dollamot, kérem, azt a három szakaszt elmondom neki, kérem szépen. A Jóisten megszánt minket, megáldotta
s kitüntette a mi székely nemzetünket. Kisütött a nap fölöttünk, nekünk is van védőszentünk. Így van. Mostanáig árvák voltunk, jobbra fordult most a sorsunk. Boldog lehet székely földünk, ha nevet és ha szír szemünk, van akihez meneküljük. Boldog Vilmos szentvértanunk, benned van a bizodalmunk, mint jó testvért arra kérünk, jó sorsunkban, bal sorsunkban, mindörökké maradj vélünk. Akkor ismered azt a dalt is biztos, nem? Akkor ismered azt a dalt is, hogy kiskút, kerekes kút van az udvarunkban. Ugye? Szervusztok! Nem tudlak fölemelni fél kézzel, mert fogom a kamerát. Aranyos vagy. Aranyos vagy. Szervusztok! Szia! Hány éves vagy te, picike? 5? Még nem lehetsz. 5 éves? Tényleg? Jaj, de óvatosan menjél. És te... Igen? Nagyobb acs... Jó. Kolostor ezt a formáját igazából nem kell filmezni, mert 15 éve alakítottuk át, 12 éve alakítottuk át, és hát ezt a tornácot azt hiszem, hát, hogy mondjam, építettük hozzá, mert belül volt a folyósó, hogy le vannak választva, így le vannak a lakrészek, ki vannak alakítva. Igen, tehát több-több helyet tudtatok kialakítani, igen. És azért mondtam én, mert most egy pár éve kijöttek a Bukarestből, és mondták, hogy gyönyörűs, milyen régi ez a tornác, meg itt tudom, és hogy nehogy hozzányúlni. Jaj, de jó! Eszünk ágába sincs. De nem árultátok el? Hát nem, jó. Ugye nem volt engedélyünk hozzá. Tehát ott ilyen emlékűnek a hozzámadhatásához. De jó! Komoly papírmunka, meg rengeteg pénz kell. Most így archiválódik, hogy igen, 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 és akkor lefényképezték, és úgy örvendem, hogy csak tudta, hogy azelőtt nem volt egy fényképe róla a Bukarestbe, az archívumban. Igen, na, nagyon kedves. Tehát ebbe a formájában itt 12 éve van. Hát azelőtt ugye fürdőszobák nem voltak. Templom ezen a helyen 1296-ban már volt, ferences rendház is volt, ferencesek mindig is voltak. Szászvároson, leszámítva a törökök bejövetelét, illetve a kommunizmus idején, amikor összpikkeltek. És akkor mit Szászvárosban most már 100% magyar van? Hát is 100%-ban inkább számokban mondom, 500 magyar van körülbelül. Ajaj, szóval. Tehát hány a laknak? 22.000. Tehát akkor az tragédia. Nagyon-nagyon nagyon kevés, százok azok még kevesebben van, 200-an. Sajnos nagyon sok cigány van, ez maga után hozza, tehát rendesnek szegénységet, munkanélküliséget, ha bár most már vannak ilyen kisebb gyárak, amik
próbáltak külföldi befektetők indulni. Aki akar, az így munkát találni, csak talán csak azért másabb, mint a... Az elmúlt rendszer, hát nehéz volt, fene kívánja vissza, azt hiszem, akkor rengeteg, rengeteg Mi, hogy közel van Pusztakalán, szintén öntőde volt, 12-13 ezer ember dolgozott, most már sem, 20 év alatt, 23 év alatt teljesen megszűnt, és egy város maradt munkanélkül. Tehát akkor ezt a nevéből itt ezt a szászok alapították a városon? Hát a negyedik Béla hozta be a szászokat is. Tehát ők ide akkor maradtak még 200-an ezek szemben. Hát nagyon sokan a kommunizmus idején Németország kemény márkái megvette őket. És rendszerváltás után, 89 után a többi itthon maradtak közül is megint nagyon-nagyon sokan elmentek. Most van egy-két család, amelyik szeretne haza visszajönni. De egy visszajárni szoktak látogatóba? Vagy? Igen. Hát gondolom a gyökereik érzelmi indítatás. Na hát ugye a beolvadás az itt szorványban, hát az nagyon nagy mértékben megy. Hát hogyha vegyes házasság van, akkor annak nagyon kevés a valószínűsége, hogy a gyerek tanul magyar. Vagy német. Igen. Abban az esetben, hogyha a férfi magyar, akkor a nevét viszik el, hogyha... Azért van nagyon sok esetben az, hogy a gyerek bekerül és nem tud. Igen.
beszélnek, hogy esetek is, amikor hát nem nincs magyar vérben a gyerekben, de azért be kell fogadni, mert olyan helyzet, hogy kerülnek ide. Jó, Ernő, akkor tényleg csak egy gyors körbe menetel, én megyek akkor előre. Hát öt családtípus van, családonként 8 gyerek, egy nevelővel, akik együtt. Ugyanúgy, az mindenhová délben. Hasonló, igen, igen. Szinte előírás, itt azon belül a 8, optimális. Hát, ennyi ágy fél benne. Tehát akkor ott is vagy, jaj. Biztos. Sető, napot. Jó napot! Nevelő néni, Tusnád a bűtőről. Igen? No. A Szent László, ugye? Központ, nem úgy hívják? Tusnád fürdőn? De, ugye. Na ugye, akkor csak jól emlékszel. Ez a gyerekek szobája. Mellette van a nevelőnek a szobája, küldőszobás. Igen. Ez már tanuló, meg játszó szobája. Multifunkcionális. És elfértek egymás mellett, ugye? Elfértek, ugye? Jó van, jó van. És holnapra nem kell tanulni, szerencsére, ugye? Ti már iskolások vagytok, vagy még? Igen? Jóha, most jön egy pihenő, két nap szünet. Ma tudtuk meg, hogy igen? Hétfőt is megakadnak. Hétfőn is, 3 nap, hurrá! Ez nem országos munka a szüneti nap? Igen, csak mivel ugye hát az ortodox pünkösd, azt nem esik egybe, mi pünkösd is leveszik. Kicsit necces volt az a dolog. Aha. Tehát olyan iskolában, mint Béla, tehát önálló magyar iskola van, ott nem probléma. Uh-huh. Mindenkinek szabad. De itt mivel tagozat, ezért kicsit kérdőjeles volt, csak most tudtuk meg a délbe. Már gyerekek el is voltak éve, akkor jött az igazgató. Vedes előre, itt végül menjünk. Nevelőnél itt is, fiú családban. Ugyanaz a beosztás. Jó napot! Jó napot! Nevelőnek a fégyelem a szakásban. Jó napot! Itt házas párban. Na tudjátok ezt, én miért mutattam ezt? Ismeritek ezt? Igen. És mit jelent? Tettő. Milyen betű ez? Na, és van latinul egy olyan szó, hogy Victoria, ami azt jelenti, hogy győzelem. Tehát aki így mutatja a V betűt, az győzelem. Ugye olyasmi, mint ez, nem lefele, igaz? Na jó van. És a nevelőnek ugyanaz a feladat, amit otthonnak anyukának, ki ő vagy nem kell főszölni. Hát azon kívül van. Talán kicsit tenni, több. Van amit tenni. Ilyen apró gyerekeink vannak. 3 évtől 10 évig, számja a legnagyobb. Akkor 10 fölött nincsenek. Nincs, Dévára mennek. Ki a legnagyobb? Te vagy a legnagyobb, igen? Sajnos, hogy most már távozik. Sokára? Hát, ősztől már Dévára lesz. Hány évig voltál itt? Hány évig voltál itt? Hány évig? Andrej! Nyugodjál! 6, Matt most mondja, hogy 6. 6 évig volt itt. Igen. Abból 3-ot felem. Na, úgyhogy akkor nehéz lesz a búcsúzás majd. Az biztos. Na. Andrej, nyugodj! Na, még egyet. Te egy vendéglakásról, éppen tagadítanak a vendéglakásról. Ja, és akkor ez hogy vagy? Ez a fiú szány, az meg a lány? Vagy nem, nincs a így, azt hittem, hogy... Nem, hát itt is fiú van. Sötét van. Jó van, jó van. Készülnek, hogy ez az a kabin? Hú, és ott egy pókember a... Az ajtón egy pókember. Körülbelül hányan mennek ilyenkor haza, vagy jönnek a szülők? Értük. Hány gyerek? 10-15. Aha. Változó. Ez egy lánycsaló. Jó napot! Szabad jönni látogatni? Igen. Na, itt mindenki itt marad, vagy van akiért jönnek? Ki megy haza? Most itt végén mész haza? Nem. Nem? Andrea, ő minden nap hazajár esélyre. Igen?
Reggel jön iskolára. Aha. És messze, messze laktok innen? Nem? Ez mennyi? Ennyi? Nem sok. Hát nem 10 perc alatt. 15 perc. André, hogy betegeskedett egészen. Jajajajajaj. Itt mondtam, hogy betegeskedett. Igaz? De nagyon szép rend van nálatok, látszik, hogy lányok vagytok. Igaz?